következő interjú egy nagyszerű példa arra, hogy hogyan is manipulálja a közmédia az emberiséget, hogyan tálalja az igazságot hazugsággal együtt, és éri el azt a célt, amit látunk mindennapjainkban, hogy az emberek túlnyomó többsége nem érti a valóságot, és nem is érdekli. Az interjú alanya Cheryl Atkinson az, aki felfed nekünk valamennyi információt arról, hogy hogyan működik a rendszer. Cheryl Atkinson 100% hogy része az egész átverésnek, meg fog mutatni azt röviden, hogy miért van így. Ő maga a CBS News-nak dolgozott, senki nem kerül a nagyobb csatornákhoz, anélkül, hogy ne tudná, hogy részt vesz ebben az átverésben és ebben a manipulálásban. Senki, és mindenki pontosan érti azt, hogy mi az ő feladata. Ezek az emberek képzett színészek azért, hogy eljátszanak egy bizonyos szerepet. Senki nem lesz bestseller anélkül, hogy ne szolgálna a rendszert ilyen vagy olyan formában. Senki nem kerül a New York Times bestseller listájára anélkül, hogy ne a rendszert szolgálná. 90-től 93-ig a CNN-nek dolgozott, majd ez után a CBS-nek az űr felfedezést közvetítette. 93-ban ugye még az űr hoaxban is szerepet vállalt. 93-ban hagyta el a CNN-t, és áttért a CBS News, vagyis a CBS hírek csoportjához. Ezután egyik díjat kapta a másik után, jelöléseket, kitüntetéseket folyamatosan, úgyhogy ez mindenki számára egyértelművé kell, hogy tegye azt, hogy Cheryl Atkinson ugyanúgy része a megtévesztésnek, mint ahogy az összes többi ember, akiről ő beszél majd ebben az interjúban. Ettől függetlenül az igazság még ott van abban, amit mond. Az pedig az, hogy az egész szórakoztatóipar és média nem más, mint egy álomvilág azoknak, akik szeretnek az álomvilágban élni. Minden, amit látunk a tévében, az egy hazugság, egy manipuláció része annak érdekében, hogy az emberek véleményét egy bizonyos irányba terelje. Gyakorlatilag manipulálja őket. Nem más, mint propaganda. Úgy, ahogy ezt már most már mondhatom azt, hogy több éve ezen a csatornán hallhatjátok. Ebben az interjúban a The Smear című könyvéről lesz szó, ami arról beszél, hogy hogyan manipulálja az emberiséget, különösen az amerikai közönséget, a média, az álhírek, illetve különböző manipulatív és propaganda üzenetek tényként való tálalásával. Mindenféle vele kapcsolatos hír, ugye itt arról van szó, hogy a számítógépét feltörték, stb. Stb. Csak azt a célt szolgálja, hogy hitelesebbé tegye azt, amit ő mond. Nem költenének több százmillió dollárt, vagy milliárd dollárokat évente reklámokra, ha nem működne. Ha egy fél órás, egy fél perces, egy 10 másodperces reklám befolyásolja az emberek gondolkodásmódját, akkor mit gondolnak az emberek, hogy órák, napok, hetek, évek tévé előtt eltöltve milyen változásokat okoznak az ő világnézetükben. Ezért találták ki az egészet. Nem csak a reklám propaganda, vagy a hirdetések propaganda, az egész propaganda, a hírek, a filmek, a tévéshow-ok, a beszélgetések, a szakértők, az egész televízió azért lett kitalálva, hogy az emberek agyába letöltse a propagandát, azt, amit gondolniuk kell a világról. Amit azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, akarnak, hogy a társadalom gondolja. Minden ezt a célt szolgálja. Pénzt nem költenének arra, hogy szórakoztassák a nyájat. Azért csinálják, hogy terelni tudják azt. Azok, akik azt hiszik, hogy felébredtek, és próbálják ébrezgetni a többi embert, nem veszik észre, hogy csak félig ébredtek fel mindaddig, amíg nem értik meg azt, hogy minden hazugság. Az oktatási rendszer, melyben részt veszünk, nem más, mint az ősi alkímia és mágia tudományának újracsomagolása. A történelem hazugság, az irodalom propaganda, minden
Az összes tudomány azt a célt szolgálja, hogy az embert elterelje a teremtőtől, és ráterelje azt a világ útjára. Ugyanígy működik a szórakoztatóipar, a politika, a hírek, a média, a tudomány és minden más. Mára kiteljesedett a rendszer. Az ember azt hiszi, hogy okos, felfedez dolgokat az interneten, meg kiszűri a hírekből, hogy mi a lényeg, mindaddig, amíg nem jut el addig, hogy a teremtő létezik, és ez az, amit el akarnak titkolni, addig csak félig meddig ébred fel, úgy, mint az emberiség nagy része. Azt hiszi, hogy érti, hogy mi az, ami zajlik, hogy ismeri a jeleket, és ez elegendő. Probléma az, hogy nem ás le egészen a dolgok mélyre, honnan erednek ezek a jelek, miért használják ezeket a jeleket, a színeket, az összefüggéseket, a számokat, a kifejezéseket, a kézmozdulatokat, mit jelentenek a dolgok a felszín alatt, mi az, amit üzennek egymásnak és azoknak, akik értik azt, hogy hogyan működik a világ. Elmondja az interjúban, hogy az emberek annak ellenére, hogy ment ez a propaganda kampány, Trumpra szavaztak, hogy lehet, hogy átlátnak a szitán. Mindenki, aki szavaz, aki azt hiszi, hogy a demokrácia az egy valóság, hogy neki van köze ahhoz, hogy a dolgok működnek, hogy az ő cselekedetei meg fogják változtatni a világot, vagy bármi hatással lesznek rá, az mind tévúton jár. Ez a személy, aki az interjúban beszél, ugyanúgy tévútra tereli a világot, annak ellenére, hogy én azt javaslom mindenkinek, hogy nagyon füleljen arra, amit mond, mert egy része viszont igaz. Az, hogy a média egy propaganda, az igaz. A többi nem igaz. Nem működne a hazugság, ha minden eleme hazugság lenne. Hiszen az emberek tudnák, hogy hazugság. Ezért kell, hogy elmondják az igazságot. A veszélyes az egészben az, hogy az emberek elhiszik, hogy kiderítik az igazságot, hogy van, aki az igazat mondja, hogy van, aki értük harcol. A tudás az, ami eltereli az embert. A büszkesége az, hogy ő majd megtanulja, és majd ő kitalálja, hogy mi a helyes út. És ez az, ami eltereli az emberiség nagy részét. Azt hiszi, hogy ő érti, hogyan működik a dolog, de közben visszautasítja a legalapvetőbb igazságot az egészben. Az pedig az, hogy a Teremtő létezik, és a világ azért van, hogy eltereljen minket arról az útról, amit ő kitalált számunkra. Ez a küldetés az embernek, hogy visszataláljon oda. Teljesen mindegy, hogy milyen hihetetlenül hangzik, az összes többi hazugság, úgyhogy nem lehet más az igazság, csak az, ami megmarad. Úgyhogy remélem, hogy érthető lesz mindenki számára a videó, illetve az interjú üzenete, csak azt szeretném elkerülni, hogy valaki azt higgye, hogy azért jön rá az igazságra, mert ő olyan okos, és meg fogja tudni változtatni a világot. Azért tudjuk, mert ők elárulták nekünk. A mi feladatunk az, hogy összerakjuk azt. Nem, hogy megváltoztassuk a rendszert, vagy megmentsük a világot, vagy megváltsuk az embereket. Megértsük, hogy mi az, amit megpróbálnak elrejteni. És az, amit mindenki egyöntetően támad, és azt mondja arra, hogy egy mese. Az pedig az, hogy a Teremtő útját próbálják elrejteni előlünk, és őt magát, mert ez a világ az ellenség kezében van. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! Behind many political stories lurks a hidden agenda. This disturbing movement is exposed by Cheryl Atkinson. In our one-on-one, the hard-hitting investigative journalist told me the ultimate goal is control. There's an industry that is paid to go after and target journalists, whistleblowers, political figures, whatever it may be, and inundate our consciousness and the images we see to try to ruin, destroy, or smear the idea that they don't like or the person who's delivering it on behalf of paid corporate or political interests. In her latest book, she pulls back the curtain on how sophisticated operatives work to establish storylines, manipulate journalists, and ultimately shape what you think. I quote one of the smear artists himself, it kind of gave me chills when he said, everything you see is put there for a reason. He said, it's like a movie, it's like a scene in a movie, that the images that you come across, whether it's what a comedian jokes about on a national program, whether it's social media, whether it's on the news, he says, it's put there for a reason, often by somebody who paid a lot of money to put it there. Are people getting wise to these techniques? Are they seeing through some of the narratives? Because I think it's fair to say
90% of the news narrative was in one direction, and yet Donald Trump still managed to overcome what this huge machine had built against him, Democrats, Republicans, and the media, to become president. Today, one reoccurring narrative is Russia. President Trump says that this Russian probe is a political witch hunt. Yes, he is onto something. President Trump is correct when he says that this is a witch hunt in some respect, based on the evidence to date and based on President Obama's own intel experts, who not only didn't see any evidence of collusion between Donald Trump and the Russians by their own account, but also by the account of all public information, Democrats and Republicans alike, who haven't seen the connection, and yet you've seen it dominate the news narrative. I call it like the Brady Bunch, Marsha, Marsha, Marsha. You just hear Russia, Russia, Russia all the time. And there have been wildly incorrect reports from some formerly top, well-respected news outlets in the nation about all of this. And in some cases, they haven't even corrected or done mea culpas when what they've reported has been found to be false. It's not that the Russia question doesn't deserve some investigation, but the coverage for it is so wildly disproportionate to the evidence at large. Whether it's Russia coverage or any other story, Atkinson says to step back and ask questions. And when it comes to so-called experts, are fact checkers really trustworthy? I quote some surveys and research that's been done on this that found, indeed, the fact checkers that hold themselves out to be independent, where you may turn to say, I really want the truth about this or that so I can go to a fact checker, turns out they're not so independent in many cases. Take Snopes, for example. We found instances where they're very good at fact-checking some things, but have been co-opted by special interests on some topics where they've put out incorrect, misleading, biased, or even false information. If there's one thing Atkinson wants you to learn from her book, it's this. Nearly every image that's put before them, in the words of the people who operate in this universe, is put before them for a reason by an interest that is often not disclosed. And that should make you question when you see themes and memes coming up on social media and common ideas expressed over and over again. That should make you question, who's behind it? Who wants me to think this way? Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és hallelujah!